Sziasztok, én Dave vagyok, ez itt a Without Bullshit interjúk, és a mai vendégemet biztos vagyok benne, hogy felismertek, nem sok mindenkinek kell bemutatnom, ugye Gávölgyi János. Fertőtlenítve. Aki fertőtlenítve van. Igen. Jászai és Kossuth Díjas magyar színész, színművész, és azt mondtam még, amikor megkérdeztem, hogy hogy mutassalak, ugye be, hogy parodista is, de kijavítottál, hogy ez nem igaz. Hát nem, mert már körülbelül 40-valahány éve nem hívelem ezt a dolgot, úgyhogy vállalom, tehát nem azért mondtam, hogy nem, mert hogy szégyelleném, de hát vannak aktív parodisták, én nem vagyok az. Igen, bár azért ezt lehet, hogy ha megnézzük ugye azt, hogy az operatív törzset azt hogy sikerült is parodizálni, akkor... Hát ezek ilyen alkalmi kilengések, úgyhogy, de hát úgyhogy szóval üzletszerűen nem foglalkozom a dologgal, de ennyi a lényeg. Mégis jól de vállalom, nem, hát nem nagy képviselőben mondtam, hogy nem. Persze. Csak hát nem. Amikor azt mondják, hogy humorista az ember, humorista volt a Darvas Szilárd, vagy a Kellér Dezső, aki azzal foglalkozott, úgy érzem. De én nem főállásban, a főcsapásnál, én még mindig a színészet. Igen. Már ezt kevesen tudják. Igen. Először is szeretném nagyon megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásomat. És abszolút már milyen régóta, én elnézést, olyan régóta egyeztetjük, ezt nem is tudják. Igen. De hát nem tettünk róla, mert jött a... Így van, a pandémia. Igen. Így van. Szóval nagyon köszönöm, és csomó mindenedet, szerintem nagyon sok mindenedet láttam, követem gyerekkorom óta, Gávölgyi Show megrögzött fan vagyok, szerintem nem vagyok egyedül ezzel az országban, meg hát a Páratlan Párostól kezdve ugye színházban sorolhatnám. Páratlan Pároshoz semmi közöm nincs az éget. Nem a Páratlan Páros, bocsánat, fú, de jó, hogy ezt mondtam. Már valamilyen páros, milyen páros. Csak hogy én figyelek is. Igen, úgy, milyen páros. Pár furcsa pár. Köszönöm igen, szépen. Igen. Na hát, látod, ilyen bakit lőteni. Amiben Szervét Tiborral egy páratlan párost alakított. Így van. Átsegített. Igen, köszönöm. Igen, és Szervét Tibornak képzeld el, hogy a fiával, a Gergővel jártam, mindjárt mondom hova, általános iskolába, az Áldásba. Kicsi a világ. Az én legkedvesebb kollégám és barátom, igen. Tök jó. Na, tényleg nagyon kicsi a világ. Igen. Igen. Szuper. Szóval szeretném ezt így megköszönni, hogy vagy nekünk itt Magyarországon, mert szerintem óriási értéket teremtesz ezzel. És ezért hívtalak meg ide. Mert ugye beszéltünk egy picit még mielőtt elindítottam a felvételt arról, hogy ugye kevés jó példa van itt Magyarországon a fiataloknak. Hogy erről mit gondolsz? Hát attól függ, hogy akar-e valaki maga előtt példát látni, vagy példaképet látni. Én azt hiszem, hogy a hőseink, tehát most csak a saját szakmámról beszélek, hogy azt mondják, hogy nincsenek olyan nagy színészek. A becsületük több volt a színészeknek, egy jó lakatos mesternek. Most valahogy úgy összefolytak a szakmák, és hát ha magamat veszem, akkor sorozatban, hogy itt most elmentem, nagyon kedves bájos takarító hölgy, ő is szerintem, ha valami ilyen sorozatrendező lennék, holnaptól már filmsztár lehetne. Tehát régebben ez nem volt ilyen egyszerű, és több volt a becsülete, vagy a megbecsülése. Ma már mindenkivel lehet találkozni a villamoson. Hát régebben nem a Domján Edit, vagy a Benkő Gyula nem utazhatott a villamoson, mert a Vígszínházban azt mondták, hát hogy néz az ki, hogy a Benkő Gyula, akit este látnak hősként a színpadon, az föláll a 6-os villamoson, ott fogja. Na mindegy, de most nem magunkról akarok beszélni. Én úgy érzem legalábbis. De biztos, hogy a fiatalok másképp látják. Ma van nekem unokám, és akkor lát a televízió kereskedelmi csatornán valami vetélkedőt, ahol valaki nagyon hamisan énekel össze-vissza, és akkor azt mondja, olyan szeretne lenni, akkor szerepelne a tévé. Tehát valahogy nem tudom, minőség. De lehet, hogy ez ilyen öreges duma, és nem szeretnék öregnek és hülyének látszani. Más volt, nem sírok vissza semmit az égett világon, csak valahogy régebben. Nekünk úgy érzem, hogy több olyan hősünk volt, vagy mikre álltuk azokat a hősöket. Nem, lehet, hogy rosszul látom. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látod, és hogy sajnos ez abszolút látszik, hogy nem csak ebben van minőségi romlás, hanem nagyon sok mindenben. Persze, én most nem róla a színészetről beszélek. Igen, tehát hogy termékekben, ugye ruhákban, szolgáltatásokban, tehát egyszerűen, mint hogyha egy ilyen nagyon mély repülést vett volna. Tudod a világ. Meg, hogy csúnya lett a divat. Most akkor csak a saját szakmám beszélek, hát azért a színház a szép emberekről szólt. Az operett az arról szólt, hogy elvette a kispolgára, nagyon kövér, és hát csúnya asszonykájával, és akkor nézte a primadonnát, látta, és
bele volt a primadonnál, volt 2 órán keresztül. Ma meg egy operettet úgy játszanak, hogy a szutyokban, mocsokban, a hátsó udvarban játszódik, és akkor az ember oda nem vágyódik. Hmm. De uniformizálódtunk, mert én most direkt nem nézek rád, nem elveletlenségből, hanem a hajviselet, hogy mindenki ugyanezt a hajat hordja. És múltkor még a pandémia előtt mondtam a fodrásznak, hogy én is, nekem is így írja itt főn, ez a így csinálnak, és akkor kész. Azt mondta, hát azt már nem kéne. Hogy ugyan, hogy mindenki én rád akarok hasonlítani, te meg rá, és akkor azelőtt voltak, hogy emberek úgy nézett ki, ő meg úgy nézett ki. De akkor is volt, hogy szerettem volna olyan elegáns lenni, mint a Jávor Pál, vagy mit tudom én. De ezek a hősök hiányoznak. Nekem azt hiszem. És neked ki a példaképed? De ma már az a borzasztó, hogy nekem már nincs, mert abban a korban vagyok, hogy elmentek, és nekem nagyon hiányoznak azok az idősebb kollégáim, akikkel én, most akkor mondom neked, a Kazimír Károly, Márkus László, Körmendi, akikkel meg tudtam tárgyalni az én problémáimat. Én a Kazimír Károly, aki nekem osztályfőnököm volt a főiskolán, igazgatom a Táliában 20 évig, amikor ő kikerült a hatalomból, én minden este elmondtam a problémáimat, meghallgatott, mondott valami jót, mondott valami bölcset. Elfogytak a bölcsek, és azt látom, hogy itt ülök baromi nagyképűen, és én úgymond bölcseket mondok, de ne tessék rám hallgatni, mert nem mondok bölcseket, nekem hiányoznak a bölcsek. Ez nehéz lehet egyébként, el sem tudom képzelni, hiszen ugye nyilván én teljesen más oldalon vagyok, más szemszögből nézem, ugye én még fiatalon keresem azokat az embereket, akire felnézhetek, példaképeket, mentorokat, és próbálom inni ugye ezeknek az embereknek a szavait. Ez hiányzik nekem. Igen. De ez kor kérdése is biztos. Igen, de nyilván azért ez is egy folyamat, tehát hogy a természet az így működik, hogy ugye először tanítvány az ember, aztán mesterré válik jó esetben. Szerintem te beleértél ugye a mesterkorba, és tanítványokat kell tanítani. Az idősebbeknek a megbecsülése, és nem ezzel, hogy akkor vigyáztak ránk, hogy 9 és 10 óra, nem tudom, hogy volt ez a dolog, hogy amiatt miattunk volt, hogy ne fertőződjön. Igen, nagyon meglepett körben a dolog. Lényeg az, hogy nagyon nehezen, nagyon jól viseltem ezt az egészet, mert olyan körülmények között lakunk, hogy nem egy szobakonyhában. Tehát volt kert, meg, szóval én nekem kifejezett, de viszont a vezetés hiányzott. És akkor elmentünk egy olyan boltba, ahol ilyen állványt lehet kapni, nem mondom abba. Oda besétáltam, egy lélek nem szólt hozzám, nézelődtem, megfogdostám. És azzal a mozdulattal 12 óra 20 perckor átmentünk a vejemmel egy ilyen, nem mondom ki, mert nem tudom a reklámolja, egy ilyen élelmiszerboltba. Bementünk, ott is nézelődtem, már nem voltam. Oda jött hozzám egy hölgy, föltetek, azt mondta, művész úr, nagyon kemény, tessék kimenni innen. De mondtam, mi mennék én innen ki? Hát tessék kimenni, mert elmúlt 12. Na most azért mondom, csak nagyon kedves volt, és kimentem, mert elfeledkeztem el a ostobaságról, hogy egy olyan boltban, ahol én veszek valamit baromi drágán, ott én nyugodtan megfertőzhetek, de ahol vennék 2 kiflit, ott már nem lehet megfertőzni engem. Tehát nem értem a logikáját, de annyi mindennek nem értem a logikáját, hogy ez legyen az én bajom. De nem tudom, honnan intottam el ezt a mondatot, tehát azt mondom, hogy az idősek megbecsülése valahogy régebben, nem lehetett el 65 éven felül elküldik a nyugdíjas bírókat, orvosokat. Amikor Czóresz van, hogy a művelt latin mondja, akkor tessék vissza, hány éves a körzeti orvos, 84, hát őt is már ápolni kéne, de mindegy, amíg él. Más volt. Más, valahogy, teljesen. Más volt. És mit gondolsz, hogy lehet ennek ahhoz köze, hogy régebben az normális volt, hogy egy idősebb ember, ugye ő bölcsebb volt, mint a fiatal, és tudott mindent, amit a fiatal nem. Most ugye ez azért egy ilyen kétélű dolog, mert csomó mindent a fiatal tud jobban, ugye a technika bizony, miatt. Bizony, abszolút. Én nem, ezt nem mondom, hogy jobban tudott akkor sem. Azért az, hogy valaki öreg, attól még lehet hülye. Szóval nem, hogy mondjam, ez nem egy ilyen, hogy kitűzök ide, öreg vagyok, okos vagyok, című dolog. Nem, hanem jó volt meghallgatni, a tapasztalata több. Tehát amikor már valaki megégette a kezét, az el tudja mondani, hogy milyen az, amikor megégetem a kezem. Ha valaki próbálkozik vele és megégeti, az nem fogja tudni elsőre, hogy milyen szar dolog, amikor megégettem a kezem. Tehát valahogy az öregek
nem tudom. Persze, amikor az ember fiatal, én soha nem éreztem, és elnézést nem nagy képviselő mondom, volt nekem egyszer nagyon régen egy fiatal kollégám, én 10 évvel volt idős, fiatalabb nálam, és a Filmszenz Muzsika volt egy ilyen újság, azt írta, hogy most már jön a 40-esek, eltakarodnának a pályáról. Akkor voltam 40 éves. És találkoztam vele pár év múlva, jó pár év múlva, amikor ő lett 40 éves, mondom, hát remélem, akkor szépen elhúzol a szemmel, most már. Szóval attól, hogy valaki öreg, ha nem akadályozza meg egy betegség, ha az agya rendben van, vérnyomása rendben van, nem tudom én mi, az még használható, annak abszolút érdemes meghallgatni, vagy kikérni a tanácsát, ha érdekel, ha nem. Amit mondtál, az abszolút, de nem akarok ennyit beszélni, hogy nyugodtan. Nekem az unokám, ha két éves unokám, nincs két éves unokám, de az jobban érte ez az egész ketyeréhez, mint én. Részt vettem egy ilyen színház online, akármivel a Madár Színház csinálta, mi azt jelentette, hogy 40 perccel volt egy ilyen élő adás, két kollégám előadtak egy darabot, és előtte velem lehetett beszélgetni 40 percen át. Ezt csak úgy tudtam megoldani, hogy lejött az én vejem, aki bekapcsolta a internetet, nem tudom, hogy hol kell bedugni se ezt. Jó lenne, csak. Igen, de közben mellette meg csomó olyan dolgot tudsz, amit meg mi fiatalok nem tudunk. És arra meg semmi szükségünk. Engem borzasztóan bánt és dühít például, hogy nem olvasnak a fiatalok. És most már kezdenek engem meggyőzni arról, hogy de hiszen minek olvasnának? Minek? Hát Amerikában azt viszont én olvastam, mert én meg olvasok, hogy megszűnik lassan a folyóírásra való tanítás. Nem. Ha megnézel, én mostanában elkezdtem figyelni nemrég készült amerikai filmeket, ahol az asszony elhagyja a szerelmeset férjét, és ott hagy neki egy írást, hogy Paul, elmentem Johnnyval. És nézd meg, hogy álló, tehát hogy mondjam, neked nagy betűkkel van írva, nem folyóírással. De a mai fiatalok, most nem akarom Suzanne-ben a fiatalok, nem tudnak írni, nem tudnak olvasni, kevés a szókincsük, mert nincs amiből felszívják a szavakat. Igen, mondjuk itt is több dologra tudok gondolni, már csak saját életemből is tapasztalatból, hogy emlékszem, hogy általános iskolában nagyon utáltam olvasni. Abszolút nem szerettem, mert olyan könyveket kaptam a kezembe, ami egyáltalán nem érdekelt, igen, és kötelező volt közben elolvasni. Mondjuk egy kőszív ember fiai 10 évesen elolvastatni, hát semmit nem fog fel belőle az ember. Tehát, hogy így nem csodálkozom rajta, hogy ugye nem szeretnek egy idő után. Aztán 16 évesen a kezembe kaptam egy olyat, ami érdekelt, és azóta imádok olvasni. Azóta 5 könyvet olvasok egyszerre, legalább heti 2-t, és folyamatosan olvasok. Igen, hát amikor a Harry Potter, amit én nem olvastam egyáltalán, mert valahogy nem érdekel, és akkor azt mondta egy nagyon okos ember például, hogy mindegy, hogy mit olvas az ember. Csak tehát, hogy ezt olvasom, hogy ezt is el kell olvasni, és nem tudja, tehát ha nem tudok úgy olvasni, hogy ránézek, és van egy szóképem, és tudom, hogy de nem is értik a szövegeket. Azt a rengeteg hülyeséget, amit bemesélnek az embereknek, azok arra jók, hogy minél ostobább vagy, annál több hülyeséget tudsz befogadni, hiszen nincs tele az agyad normális épp gondolatok. Igen. Úgyhogy minél butább az ember, annál jobb. Ez szörnyű egyébként, hogy ez a tendencia. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a médiában mik azok, amik nagyon mennek, tehát egy, bocsánat, de egy ilyen nappal Budapest, meg egy hasonlók, tehát azért azt gondolom, hogy egy kicsit más színvonalat mutat ezáltal ugye a média a fiataloknak, mint amit kellene. Erről beszélgettem egyébként. Ez egy világjelenség, mert minél, hogy mondjam, szóval minél butább az ember, annál könnyebben irányítható, meggyőzhető hülyeségekről. Akkor meggyőzhető arra, hogy lapos a föld, hogy nem, meg most nem akarok politizálni. Annyi, mint akkor meggyőzhető arra, hogy Trump az egy jó elnök, meggyőzhető, és nem folytatom. Igen. Tehát ha nincs visszakérdezés, mert nincs honnan visszakérdeznem, akkor én azt látom, ez egy tendencia, nálunk is, de mondom, világjelenség. Van egy ilyen tévéműsor, nem csinálok reklámot neki, ahol ül 4 számomra teljesen ismeretlen celeb, mert ez egy külön műfaj lett, hogy valaki celeb, tehát semmi teljesítménye nincs. Egyik partiról át eszi magát a másikra, de minden nap történik valami, kinőtt a lába, leesett a füle, de ez mi. És akkor ez a 4 celeb fogad 2 szerencsétlen hülyére, akinek föltesznek egy kérdést, és 2 szerencsére, azt hittem először, hogy statiszták, de azt mondtam, ilyen jó statiszták, ennyire ismerem a szakmát, nincs. Fölteszik azt a kérdést, hogy hanyadikára esik december 31-e. Ülnek és beszélgetnek, hogy lehet, hogy
október 4, mert akkor mentek ki az oroszok. És azt mondtam, nem létezik ennyire, most egy nagyon hülye példát mondtam, de komoly példákat, tehát azt mondom, hogy volt egy ilyen, hogy mikor volt a honfoglalás. Azt mondták 1956-ban, mert akkor kimentek a oroszok, és bejöttek a tatárok, és azt mondtam, hogy ezek szavaznak 4 évente. És akkor az ember azt mondja, hogy jaj. Elképesztő. Jaj. Elképesztő. Egyszer csináltunk egy kutatást, és az jött ki belőle, hogy nagyjából az emberek 15%-a fogyaszt rendszeresen kultúrát Magyarországon. Azért ez egy nagyon-nagyon kicsi szám, na elképesztően kevés, és kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményed, hogy ez miért lehet? Nem, ezt én nem. Én azt tudom csak, hogy színház, vagy több színház, ahol én előfordulok a színpadon, ott lenne a nézőtér, tele van. Tehát az embereknek van egy réteg, akinek van igénye rá, van egy réteg szerintem, akinek van igénye rá, de anyagiak miján nem jut, nem tudom. A jóisten se tudja, mert hát mi az, amiről, hogyha van egy családod, amiről leghamarabb az legyen ennivaló, legyen innivaló, legyen még este sör, nem tudom én mi. De hát azt mondom, hogy elmegyünk színházba, egy 4 tagú család elmegy színházba, az olyan, hát nem valami nagyon drága műzikát néznek meg, az minimum 20 000 forint, de akkor, de annyi biztos, 4 tagú családnak csak a jegy. Akkor még nem álltál meg, ha van autóddal nem álltál, nem parkoltál, nem raktad be a kabátodat a ruhatárba, nem ittatok meg egy kólát, nem vettél egy perecet, és akkor azt mondod, hogy Jézus Máriám, hát van, akinek a havi fizetése ennyi sem. Vagy ennyiből kell eltartani a családot, hát akkor mi az, amiről le tudok mondani, és mondom, mert nagyon-nagyon sajnálom ezeket az embereket, mert biztos, hogy sokkal több emberben van igény arra, hogy eljárjon színházba, megvegyen egy könyvet, amik baromi drágák, szóval, és a televízió meg nem segít ebben, mert amit mutatnak nagyjából, hát elnézést kérek, de hát a közszolgálatról nem beszélhetünk, a kereskedelmi csatornán meg mennek Igen. Igen. És szerinted az javítana egyébként? Volt egy ilyen próbálkozásunk, hogy egy olyan weboldalt meg applikációt létrehozni, tehát egy olyan felületet, ahol hozzáférhetnének online, tehát számítógépről, telefonról, bármilyen más ilyen eszközről, kultúrához, színházi előadásokhoz, előadásokhoz. Az elmúlt 3 hónap erről szólt. Igen. Mi sajnos egy évvel ezelőtt próbáltuk ezt ugye meg, most nagyon jól működne. Tehát, hogy az volt az elképzelés, meg még mindig ugye valamennyire az, hogy több kultúrát fogyasztanának az emberek, hogyha könnyebben hozzáférhetnének, ha elérhetőbb lenne, kérdés, olcsóbb. Akarják-e, hogy az emberek több kultúrát fogyasszanak? Igen. Akarják-e valahol valakik, hogy az emberek gondolkodjanak? Igen. És akkor már, de hogy mondjam, annak idején, amit az én korosztályom mindig azt mondja, hogy bezzeg a mocskos egypárt rendszerben, abban például voltak színházi közvetítések. Egy színházi közvetítés, magam is most láttam, ugye a karantén miatt bele-bele néztem elő, nem azt az élményt nem adja vissza, hogy ülünk a nézőtéren, lemegy 7 órakor a fény, ott van egy gyönyörű bársonyfüggöny, van egy ilyen mozgolódás, fölmegy a függöny, valami isteni illat, ezt az élményt nem adja. Igen. De azt az élményt, hogy nem jutok el ebbe a csodaszínházba, mert anyagi, amiről beszéltünk. Szilletár Miklós azt mondta annak idején, amikor mondták, hogy azért nem érdemes színházi közvetítéseket adni, mert nem nézik meg sokan. 6, maximum 700 000 ember nézi meg. Hát ez nem egy szám. És azt mondta a Szilletár Miklós, hogy nem egy szám? Hát a színházban hányszor kell eljátszani egy darabot, amíg 600 000 ember megnézi. De ahhoz képest, hogy milyen pelenkát vegyél, vagy milyen tampont vegyél, mint hirdető, nem tudom én, alany, ahhoz képest tényleg nem egy nagy szám, mert most mond, 600 000-ben annyian már nem használnak tampont. Tehát ilyen értelemben, és azt mondom, hogy ezt nézik tulajdonképpen, hogy mit lehet eladni, mennyire lehet. Megint és a pénz. Igen. Folyamatosan a pénzhez lyukadunk hát, ki. Ez már olyan régi téma, hogy a főniceiek óta erről de ez annyira,
annyira érdekes, és kicsit talán érthetetlen, persze meg lehet érteni, mert sok szempontból lehet nézni, de mégis, hogyha ugye hosszú távon gondolkodnának az emberek, akkor rájönnének, hogy ezzel a saját gyermekei életét, a saját unokái életét nehezíti meg, és rontja el. Akkor is, hogyha a levegőt szennyezi, akkor is, hogyha ellopja az összes pénzt az államból, és sorolhatnám. Tehát... De nem szoktunk hosszú távra gondolkodni, pláne most, amikor olyan gyorsan történnek, hát én borzasztóan zavar engem, megmondom őszintén az én életkorom. Olyan értelemben zavar, hogy meg vagyok döbbenve ezen a korom, mert úgy érzem, hogy mindenki téved körülöttem, mert ez nem annyi, amennyi. De az zavar engem, érted, hogy ez az életkor arra predesztinálja az embert, hogy visszatekintse, hogy volt, meg mint volt, meg hogy meddig lesz még, nem tudom én. De annyi minden történt ebben az emberiség szempontjában nagyon rövid, de az én szempontomban nagyon hosszú életszakaszban, ami régebben 600 év, nem, hát túlzok, 400 évente történt annyi minden, mint most történik, nem tudom én, 3 évente. Igen. A ketyerékben, a kütyükben, a nem tudom melyikben, amikor én a nem tudom hány száz videókazettámat kidobtam, mert azt mondtam, hogy nekem soha nem lesz DVD-m. De én zeneőrült vagyok, rengeteg magnókazettám volt, és azt mondtam, amíg én élek, ide ilyen CD vagy be nem teszi alá. És akkor mentem a boltba, mondom, megkérném a nem tudom, Beethoven-ba. Aztán csak DVD vagy CD-n van. De mondom, nekem kazettát már nem gyártanak. És akkor az ember kénytelen naponta ráállni. Lehet, hogy ez, amire beszéltünk, mielőtt elindult a beszélgetés, hogy milyen fantasztikus egy telefon. Mert lehet, hogy holnap lesz, jó Isten, ezzel csináltál? Hát nézd ezt meg, ezzel föl lehet venni. Tehát annyi, olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy borzasztó nehéz ezzel lépést tartani, én szerintem. Igen, ebben biztos vagyok, tehát hogy ezt még nekem is 27 évesen, nemhogy úgy, hogyha ugye én is idősebb lennék, akkor ezt milyen szemmel tudnám látni. Remélem csak azért, hogy mondtam, lesz. Hogy csak a mondat befejezném, hogy hosszú távra gondolkodni. Hát nem tudok gondolkodni, mert hogy ma este bemondják, hogy visszatért. De visszatért megint a nem tudom, vagy egy másik vírus rajtott a fejét, és már hiába gondolkodtam, hogy jövő héten majd találkozom veled, és itt beszélgetünk, ez ugrott, minden ugrott. Hát igen. Én játszottam március 12-én este, hazamentem, és akkor másnap mondták, hogy már nem kell mennie. És akkor az volt az első gondolatom, ez volt pénteken, szombat, vasárnap felébredtem reggel, mondom, jaj, de jó, mondom, a feleségemnek mondom, szerintem nem játszom hétfőn, mondom, akkor nézzük meg a mix. Ja, de mondom, azt se játszom. Hogy ez a hosszú távon gondolkodik. De most se tud az ember hosszú távra gondolkodni, mert vannak egy színházi előadásaim, már tegnap megkaptam egy párat, de mit lehet tudni, hogy jövő héten bemondják az unalmat is. Hosszú távra gondolkodni. Igen. Jó, persze ez az időszak azért ez teljesen ismeretlen ugye az igen, számunkra, igen. Tehát hogy ilyen mióta soha nem volt még talán ilyesmi. Igen, szerintem, hát a mi életünkben nem, igen. Szerintem. Hát a... Igen. Pedig de... nagyon idős ember vagyok, de én... Igen, nem emlékszem. Ilyen. Megnézzük, hogy még ennyi évet, hogyha leélsz, akkor lesz-e bármi hasonló? Nem, ilyen biztos, hogy ez volt, meg van, meg... Csak azt meg nem értem, hogyha ez van, akkor hogy van az, hogy ha 200-an vagyunk így összezárva, akkor nem fertőzzük egymást. Ha 204-en vagyunk, akkor már fertőzzük. Nem, itt azért sok kérdés felmerül. Igen. Jobb ez, erről nem beszélünk. A kisugom, mondok egy másik ilyen sztorit, kisugom jött haza Dániából, mert kint tanul egyetemen, és ugye meg kellett tartani a 1,5-2 méter távolságot a reptéren, ahol szinte egy szál ember nem volt, tehát a repülőn ugye X igen. Üléssel mellé kellett ülni a másiknak. Aztán utána jött ugye a busz, amivel elvitték őket a géptől a nem tudom hova, ahol a csomagot át kell venni, ahol meg mint a heringek álltak ugye így, igen. És utána persze megint tartsák meg a 2 méter távolságot. Tehát ennél agyamentebb dolgot. Nem működött. Nem tudom biztos, hogy valami nem stimmel itt úgy, de... Igen. Jó, egy picit térjünk rá arra, kérlek szépen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ugye a világ a te szemüvegeden keresztül. Már egy-két dolgot azért mondtál, de kíváncsi vagyok arra is, hogy például milyen lehet az, hogy azért szerintem a te arcodat szinte mindenhol felismerik az emberek már az országban. Hogy ezt milyen megélni, hogy kimész bárhova, és gondolom rád köszönnek, akár autogramot kérnek, ilyesmi. Hát ez nekem az volt egy gyerekkori álmom például a jövőről, hogy én megyek az utcán, és mindenki megismer. Ezt, hogy én
honnan volt nekem, ezt én nem, tényleg nem tudom, hiszen akkor, amikor én gyerek voltam, nem volt, hát volt már televízió, de Magyarországon nem is hallottunk róla. Mozit láttam már, és ha láttam én egy színész bácsit, mert voltak színházi újságok, tehát volt Filmszínház Muzsika, volt Pesti Műsor, és akkor én olyan izgalomban jöttem, láttam egy színészt, hogy szerintem akkor gyerek fejjel megmérik a vérnyomásomat, akkor lefektetnek, mert szerintem majd beteg a gyerek. Nem tudom, hogy honnan volt ez a becsépődésem, hogy megyek az utcán és megismernek. De akkor ez sikerült. Igen, tudod, ez egy... Nekem nagyon tanulságos volt, hogy vagy a jóisten jól adagolta. Volt egy olyan televíziós vetélkedő annak idején, 1968-ban, ahol én egyik napról a másikra ismerté váltam. Tehát akkor a televízióban vasárnap este egy ilyen ki mit tudott néztek, 4 vagy 5 millióan. És akkor én másnap mentem be a munkahelyemre ugyanúgy dolgozni, és akkor a trolibuszon álltam, és én előtte 2 évig jártam ugyanazon a trolin, nagyjából, nem tudom, hogy te jársz-e rendszeresen ide, nagyjából bizonyos időpontokban a dolgozó emberek ugyanazok. Tehát és én tudtam, mert néztem az embereket, nem? És azt láttam, hogy másnap, tehát hétfő reggel engem néznek baromira, és nem tudtam, hogy mi van rajta, az föl nem tűnt, vagy szóval az föl nem merült bennem, hogy belenéztem egy ilyen kamerába, nem azt mondtam, hogy kamerának hívják, hogy ezt 4 millióan nézik. Ez volt az első ilyen találkozásom ezzel a dologgal, aztán ugye az ember úgy szép lassan, hát mentem az utcán, és akkor a nevet nem igazándiból, de hogy a ki mit tudás rá, jaj, de mindenki szeretett, mindenki. Fölvettek a főiskolára, ahol kötelezően 4 évig nem lehetett szerepelni sehol. Ez a 4 év ezzel lassan úgy elsöpörte ezt a fajta népszerűséget, vagy nem ismertséget, hogy néha fölmerült, hogy ott a srác a ki mit tudból a fütyült, vagy mit csinál, nem tudom. És tehát nem süppettem bele, hogy én vagyok a nagy emtömi. És aztán nagyon lassan verkliződött ez a dolog vissza. De ez még de talán jó is, bocsánat, nem szeretném jó beveszélni. Jó volt, mert nem szállt el az agyam. Igen, pontosan. Erre nagyon-nagyon tanulságos volt, tehát megismertem azt, hogy fönt, megismertem, nem azt, hogy lent, mert de azt viszont, hogy mondjam, azt nem tudtam megérteni fiatal színészként sem, hogy vannak nekem olyan kollégáim más a számra a mai napig, akik mennek az, és nem, ők nem tudják, nem tudják. De nekem ebben nagy rugása volt, megszületett az első lányom, és vette fel az ápolónő ott az adatokat, és feleségem mondta, apja neve Gálvölgy János, foglalkozása színművész, mondta nekem, és azt mondta a nővér, ezen a névem. Na most én olyan pipa lettem, és azt mondtam, ha én 5 éven belül nem tudják, hogy ki az a Gálvölgy János, akkor én abba adjam ezt a pályát. Azt a pályát, amiről itt a Vágutcában álmodoztam pici gyerekként, mert azt mondtam, ez nem, akkor ezt nincs értelme csinálni, ha nem tudják, hogy én ki vagyok. Ez így adódott, és aztán az ember nem hálátlan, mert hálás vagyok, és nem zavar, mert szokták kollégák mondani, hogy megőrülök, hogy megismernek ezeket, ilyeneket mondani, általában senki nem ismeri meg. Nekem nagyon jól esik, ha megismernek. Amióta ez az ország ketté lett nem vágva, fűrészelve, ketté lett tépve, ketté lett szakítva, rá, meg rák, meg én, meg ti, azóta én van, hogy bemegyek valami, és látom, hogy ő megismert. Hogy ne ismerne meg, hát, és akkor úgysem te nem ismerne meg. Mert én fekete vagyok, ő meg fehér. De ez engem mélyen nem érdekel. Én nagyon okosan és bölcsen tudom, hogy nem vagyok kötelező tananyag, de az is nagyon bölcs dolog tőlem, és akkor nagyon most bölcseket fogok mondani, hogy ahogy az ember öregszik, hát megyek ki. Tehát, hogy mondjam, miután nincs egy napi talált. Régebben az én korosztályban egy héten nem voltunk 3 tévéjátékban, akkor azt mondtam, hogy Jézus Mária, üldöznek, vagy engem már nem lehet hívni. Most már fölmerül bennem, hogy engem valóban nem lehet hívni, de az engem mélyen nem érdekel, mert volt 40 évem, amit nem tudnak kitörülni, már hát a képemet se tudják kitörülni, de nem hála Istennek, mind a megadatott az, hogy ismernek, mert nem tudom én mi, szeretnek, de ezzel az is jár, hogy van, aki úgy utál, nem tudja miért, csak hála annak a rendszernek, amiben élünk, amitől lett a mi meg ti, hogy most meg tudja fogalmazni. Az én merő. És akkor most már tudja, hogy miért utál. Hát van olyan, hogy találkozunk egymással, nekem például te nagyon nem vagy szimpatikus. Meg nem mondom, hogy miért nem vagy szimpatikus, mert ilyen a hajad, mert ilyen a gyűrű, nem.
de hogyha egy politikai skatujába be vagy téve, azt mondom, aha, azért nem vagy szimpatikus, mert és akkor már olyan egyszerű az élet. De ezt tudomásul kell venni, ezzel együtt kell élni, és nem kell ebből tragédiát csinálni. Viszont gyerekem, mert nagyon jó példám volt Körmendi János, akire talán még emlékszem, Madásban volt nagyon kedve, és amikor a videó dolog egy új valami volt, tehát a videó készülékek, akkor elintézte magának, lementünk Székesfehérvárra, és akkor ott a portán a Körmendi odament, azt mondta, asszonyom, ne álljon el, én vagyok. Azt mondta, melyik gyárecségtől jöttek? Körmendi ott elálljuk. Nem kellene neki nagy jelentőséget tudni. Nagyon jó vagy. Nagyon szeretem, amikor azt mondják, hogy örülök, hogy még élve látom. Mondom, hát mondom, én még hogy örülök ennek a dolognak. Örülök, hogy életben van. Mondani, komolyan? Persze, persze. Elképesztő. De ez jó. És van egyébként olyan dolog, amit nem tudnak rólad az emberek, de mégis nagyon büszke vagy rá? Hát remélem, hogy nagyon sok ugye nem tudnak, de nem is kell tudni. Nézd, mi tulajdonképpen most megint nagyon furán nagyképpen hangzik, hogy aki kiteszi a képét a szereplésre, vagy pedig kiáll az utcasarokra, azt földíszítik az emberek. Aki engem szeret, az földíszít rengeteg, egy karácsonyfát, rengeteg. És nagyon csalódik, hogyha nem azt a képet kapja vissza, mint amit otthon földíszített magának. Nekem volt 100 évvel együtt nyaraltunk Jugoszláviában egy magyar házas párral, de akik nem itt éltek, hanem nem tudom, vajdaság, nem mindegy. Lényeg az, hogy utolsó napot a szalonnál sütöttünk, azt mondta, hogy olyan rendes srác, úgy utáltalak téged, mint mondta az orvos barát. Mondom, de miért utál? Hát mindig ott a tévében láttak, azt hittem, hogy nagyképű hülye vagy. Van, aki egy ilyen képet alakít ki az emberről, és rájöttem, hogy nem szerethet mindenki. Persze, abszolút. Ez egy fontos felismerés. Az én anyukám azt mondta annak idején, amikor még megélte azt, hogy szerepeltem, én azt mondta, kisebb, téged mindenki szeret, mondom, anyukám, nem. Én nagyon bízom benne, hogy valaki meglátja a képemet, ráugrik a tévére, és kikapcsolja. Ezt felejtik el a politikusaink. Meg vannak győződve, akik éppen ható, hogy őket szeretik. Őket nem szeretik. Őket utálják nagyon sokan joggal, és van, akit nagyon szeretnek joggal, vagy de hát nem kell azt hinni, hogy minket mindenki szeret, baj is lenne. Persze, abszolút. Meg hát nem mindig azt kapják, tudod, amikor az ember kórházban van, mert ültem kórház folyosóján, odajött egy nagyon kedves, jaj, művész úr, drága, hogy beteg, mondom, nem mondom, feleségemet vár. Hála a jó Istennek, mondta. De abszolút jó indulattal és szeretettel. Most erre mit lehet mondani? Páran azt mondják egyébként, úgy hallottam, hogy elég nehéz eset vagy. Erről mit gondolsz? Mi a véleményed? Már milyen értelemben? Hát ez egy jó kérdés. Úgy hallottam, hogy így veled dolgozni nem annyira egyszerű sok esetben. Hát nézd, nem. Ezt én nem tudom. Hát ha az, hogy a profizmus, vagy nem tudom, van, akit ez abszolút zavar, vagy a fegyelmezetlenséget, én ezt nem tudom tolerálni munkában. De így se, hogy neked például, ugye megbeszéltünk egy randevút, én 5 percre előbb itt voltam, gyűlölöm a pontatlanságot, fegyelmezetlenséget, de ez a hírem, de ezt én erről nem tudom. Múltkor a lányomon keresztül fölhívott egy újságíró, hogy nem mer engem fölhívni. És leültünk, mondom, árulja már, hogy mi van bennem, ami, hogy azt mondják magáról, hogy nem tudom. Na látod, ez a karácsonyfa, hogy valahol valaki rámagasztott egy ilyen hülye ízét, hogy igen, vigyázz velem, mert ez elmebeteg, vagy nem tudom én, vagy nem lehet, megharap valakit úgy közben, hogy nem tudom, hogy ez hogy működik. Igen. Vagy... Pont erről jutott eszembe, igen, hogy ezt mondtad, ezt a karácsonyfát, hogy van egy ilyen, ami nem tudom, hogy pletyka vagy nem pletyka, de gondolom azért ezt te is valahogy megéled, hogy amikor valakivel ugye így kerültök egy párba, vagy egy társulatba, akkor hogy viselkednek veled az emberek? De azért nehéz, mert az ember a kora miatt, vagy nem tudom én, nem. Én mondtam neked, hogy nem, én úgy érzem, hogy én megálltam valahol 40 éves korom tájéken, de például a furcsa párral kezdtük a beszélgetést. Én a Szervét Tibort láttam, ismertem, nem tudom, de hát nem dolgoztunk soha együtt, és volt bennem egy olyan, hogy jön majd a Szervét, aki a drámai művész, és nem tudom én mi, és akkor a Szervét meg kiderült, hogy meg hallott, hogy jön a Gálvő, hogy baromi nehéz dolgozni, és akkor úgy jöttünk, és a legjobb barátom lett napi kapcsolat, szóval
Nem lehet tudni, mert meg kell, nem lehet elhinni a pletykákat. Persze, szerintem. Igen. Szerintem is nagyon fontos, hogy megnézzük a saját szemünkkel, megtapasztaljuk, hogy valóban így vagy-e, vagy így van-e. Nekem nem tűnsz nagyon nehéz esetnek. Volt egy-két kellemetlen beszólás vagy ilyen jelenség, ami azt gondolom, hogyha nem veszem magamra, akkor nincsen semmi probléma. Most ez a te beszélgetés. Ez a te beszélgetés. Na, például, amikor mondtad, hogy mindenkinek ilyen haja van, mint nekem. De nem bántólag mondtam, tudom. Csak mondtam, hogy általában ez a divatos haj. Igen, de nem is esett rosszul, de azt gondolom nyilván, hogyha valakire azt mondják, hogy mindenki úgy néz ki, mint te, akkor erre azért sokan besértődnének. Nem, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de nem, jó fogalmaztam. Jó fogalmaztam, mert valóban ez a divatos haj. Sok embernek van hasonló, igen. Engem is zavar. Igen. Képzeld el, hogy amikor elkezdtem ilyen hajat viselni, még nem volt sok embernek ilyen haja. Jó, ezt sokan mondják. Nem bántulok. Annyira jó tudod a stílusom, mint a tiéd, mindenki rám akar hasonlítani. Nem bántulok. Nem, csak mondtam, hogy uniformizálódunk, tehát. Igen. Nézd, nekem 10-15 évvel ezelőtt kizár dolog, hogy én eljöttem volna erre a beszélgetésre egy ilyenben. Hmm. Hogy ne ing lett volna rajtam is nyakkendő. Hmm. Én borzasztó hülyén érzem magam, ma már nem nagy képűségben mondom, gyönyörű, olyan nyakkendői vannak, mint az álom. Gyönyörű ing, és nem tudom hova hordani, mert ciki, mert azt mondja, hogy néz ki, édes. Hát most beálltok ide neked ingben, nyakkendőben, öltönyben, ahogy én régebben jártam, akkor úgy néz ki, mint nem tudom én, valami panoptikumból kiszedtél volna, csak Afrik már hullik belőle. Hát szerintem teljesen lezser, jó viseleted van. Ettől független egyébként van az az idősebb korosztály, akin szerintem nagyon jól áll az, hogyha így kicsépi magát, akár nyakkendőbe. Tehát, hogy én pont, hogy azt szoktam sokszor megjegyezni, akár a páromnak, barátaimnak, hogy milyen jól néz ki, hogy milyen jó, hogy így jár még mindig. Megadja a módját. Olyan fura, hogyha megnézel régi filmeket, ahol a régi filmekben 30-40 éves emberek úgy néztek ki, mint ma a 67, mert öregített. Igen. De például nekem volt egy fantasztikus apósom, úgy hívták, hogy Rodolfo, vagy ott volt az én csodám, akivel együtt öltöztem 20 évig, Rátonyi Robert, nem tudnám elképzelni őket farmerban. Hmm. Csak ingben nyakkendő. De ez egy, az kiment a divatból, kiment ez a korosztály, mint hogy mi is kimegyünk, mi még próbálkozunk ilyen, mert érted, hogy fölvettem ezt, hogy ne legyek olyan ciki, de majd kész. Hát ez ilyen, igen. De legalább kényelmesebb cipőkben lehet járni. Igen, csak az elegancia, vagy az, hogy az ember, tehát én főiskolás koromban például mindig lezuhanyoztam, és akkor üzentek meg, volt, hogy elmentem előző este színházba, már színművészeti főiskolás koromban például kizár dolog, hogy én így elmentem volna főiskolás koromban, ami 100 év ezelőtt volt, és akkor az a fehér ing, ami rajtam volt előző este, megmondom, másnap reggel én még fölvettem, mert nem volt olyan koszos. És akkor üzentek, hogy nem kéne eszem, mire játszom az eszemet, hogy egyrészt zuhanyozok, meg borotválkozom, meg ne. Szóval olyan cikinek tűnt a dolog, tudod, hogy a tisztaság, vagy nem tudom, elegancia. Kimegy a divat, más lett a divat, de nem, istenes, nem sírok én vissza semmit. Tehát nem, ezeket ne úgy vegyék, hogy én most azt mondom, hogy jaj, de szép, meg jaj, de jó volt. Más volt, most megjön egy más. De van olyan dolog egyébként, amit kifejezetten megbántál, hogy az úgy történt? Nincs, ha így belegondolok, nincs, és ha lenne, akkor mi lenne? Semmi. Abszolút. De ez jó, hogy meg mit bántam? Nem tudom, nem gondolkodtam ezen során. Ilyeneken nem szoktam gondolkodni. Hogy és miken szoktál akkor gondolkodni? Semmi. Nem. Hát nem szoktam, hogy mondjam, egyrészt nem szoktam magammal foglalkozni. Én értem, hogy leülök, és akkor elmélkedek a világ dolgairól, vagy elmélkedek. Arról elmélkedek, hogy mi lesz holnap, nagyon optimistán, amiről már beszéltünk, hogy mit lehet tudni, mi lesz holnap. Nekem például most lesz, vagy megint önnála estem, és elkezdtem irogatni mondatokat meg. És aztán rájöttem, hogy mit irogatok, hát július nem tudom, hanyadikáig annyi minden történt, és amit ma leírok, már holnap nem aktuális. Hmm. De nem szoktam, hál' Istennek mindig van valami, hogy nem szoktam én így gondolkodni, akkor, hát most akkor gondolkodni fogok, vagy fél órát, nem. Hmm. És mire vagy a legbüszkébb, hogyha így visszatekintesz? Hát talán arra, hogy innen a Vág utcából, amit én olyan álmodoztam, hogy az valahol szerintem úgy,
úgy nagyjából, nem nagyjából, az úgy összejött. De ennyit nem álmodtam össze. Tehát rengeteg plusz adódott ahhoz képest, amit én el szerettem volna érni. Nem, te én ezzel nem foglalkozom. Ez, hogy büszke vagyok, mire lehetnék büszke? Hogy élek arra, az egy adottság, vagy valaki ezt intézi valahonnan, van egy forgatókönyv, és még nem tartanak az utolsó lapnál, bár ezt se lehet tudni, de ez nem az én érdemem. Ez szerintem nagyon jó, hogy ugye ilyen alázatosan állsz hozzá, ettől függetlenül persze azért sok minden kellett ahhoz, hogy ide eljuss. Fegyelem, kitartás, kemény munka. Munka kellett hozzá. Igen. Mert hogy itt a fiataloknak azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, hogy azért ehhez kőkemény munka kellett. Mert sokan azt gondolják, hogy így ugye most a celeb világban egyik napról a másikra működik. Nézd, az igazság az, hogy ugye nekem volt a kettős indulásom, hogy az egy, nem volt az sem véletlen, mert nem hiszek a véletlenekbe, a szerencsében sem hiszek. Amikor én főiskolás voltam, ott egy Nádasdy Kálmán nevű fantasztikus, csodálatos rektorunk, nekünk operarendező volt, Nádasdy Ádám, fantasztikus fordító költőnek a papája, és akkor ő azt mondta az első órák egyikén, hogy ehhez a pályához, most a színészetről beszélek, kell 10% tehetség és 90% szerencse. És jelentkeztem, hogy rosszul tetszett, eltetszett, éveztem, 90% tehetség és nem jegyezze meg, 90% szerencse. És aztán rájöttem, hogy a szerencsét viszont meg kell, azt tudni kell, hogy mikor jön a szerencse szembe, de a pályám elején el kellett azt viselnem most, amikor már úgy beindultam, és eltelt az a 5 év, amikor már tudták, hogy ki vagyok, rengeteg gyűlölettel, irigységgel, névtelen levelekkel, de hát most például, hogy gyenge idegzetű lennék, és érdekelne. Az ember megnézi, vagy megnézed, majd ezután a beszélgetés után a kommenteket. Annak lesz mondjuk a, na most nagyon-nagyon nagyképű leszek, talán most 70% pozitív, a 30% olyan alantas, olyan ocsmány, olyan mosladék lesz, mint az, aki írta azokat. Vagy akikkel iratják azokat, mert én még azt is észreveszem, amikor iratva van valami. Tehát, hogy mondjam neked, én azt meg kellett valahogy, túl kellett lépni, és meg kellett valahogy küzdeni azért, hogy ne pusztuljak bele az irigységbe, és 52 éve alatt nem lehetett ennyi protekcióm, ennyi szerencsém volt, de nem, ebben munka van. Ezt például senki nem irigyelte tőlem soha. Azt irigyelték, hogy én vagyok a Gálvölgyi, hogy baromi népszerű vagyok, hogy sikerem van, hogy ebben sikerem van, abban már nem tudom. Azt, hogy én mennyit dolgoztam, ezt embertől nem hallottam. Hú, de irigylem, amikor én már rég részeg voltam, ez a hülye még mindig forgatott éje. Ezt még nem hallottam senkitől. Mi meglepő, nem? És utána ezek az emberek azok, akik utána odaírják azt a bizonyos csúnya kommentet. Mert szerencsétlen nyomorultak, és nem is haragszom rájuk, mert én el szoktam olvasni ezeket, és gondolj bele egy nyomorult embernek, akinek az élete a nullával, már a szakmai élete gondolom, mert kívánok neki jó egészséget, hogy semmit nem ért el az életben. Az egy öröme és az a sikere van, azt mondja most a Gálvölgyinek, odaírom, hogy rohagy meg te szemét, zsidó, bizé. És azt mondja, haj, de jól esett ez nekem. Ennyi, hát gondolj, ez milyen szomorú egy élet, de hát csak rólam szólna, de hát amikor azt olvastam, nem tudom, 2 éve Meryl Streep fő volt, megkapta a 3. Oscar-díját, magyar kommentelő, ki dugja ezt a rohadt mocskos szemét, rohadt kut? Írja valaki a nagyfuvarosot a 28 albérletében, vagy a klozetból a izéjén. Hát borzasztó, szánalmas életek vannak. Hát igen, sajnos azt gondolom, hogy ez sok mindenre visszavezethető. Tehát, hogy itt az oktatást is felhozhatnánk a társadalmat, felhozhatnánk nagyon sok a médiát. De én nem hoztam föl, direkt igen, semmit. Nagyon sok minden. Rátadjam. Igen, azt gondolom, hogy a felelősséget is vállalnunk kell ezért, hogy azért ez részben a mi hibánk is. Igen, abszolút. De hogy azért részben sok minden más hibája. Ezekkel hogy küzdöttél akkor meg? Mert azért biztos vagyok benne, hogy nem volt azért eleinte ez könnyű, hogy így ömlöttek feléd a negatív kommentek meg energiák is. Hát
ezzel meg kellett küzdeni, mert vagy bele, ez egy biztos, hogy adottság kérdése volt. Hát gondolj bele, hogy én egy beugrással ugrottam én egy nagyot a színházban, amikor azt mondta nekem Kazimír Károly, akit már említettem, hogy apuskám maga eddig tizedes volt, holnaptól tábornok lesz. Most a színészetről beszéltünk. Nos, azért ezt nem tudom, de nem voltál katona, én sem voltam soha életemben, gyűlölöm az egyenruhát, de hát ezt tudom, hogy egy tizedes meg egy tábornok között baromi nagy különbség van. Tábornokként úgy kell viselkedni, hogy ne csak én gondoljam magam, hogy tábornok vagyok, hanem itt körülöttem mindenki lássa azt, hogy én tábornok vagyok. Ezt meg kellett tanulni, vagy nem tudom, ez biztos, hogy... Még egy dolgot mondok a színészetre, nem futunk ki az időből? Vagy... Nem, nyugodtan mondom. Hogy volt egy Kálmán György nevű csodálatos színész, nem tudják más, hogy élt. És ő azt mondta nekem a pályám elején, hogy a mi szakmánk, de azt hiszem minden szakmára, most már egyszer elmondtam ezt, most úgy eszembe jutott, minden szakmára vonatkozhat ez, a portástól kezdve a szakácson át, van egy láthatatlan, csak rajtuk van is, különben aki séf, azon van egy jelzés, hogy ő a... A színészeken nincs ilyen rangjelzés, hogy a nadrágom van egy ilyen piros, hogy én tábornok vagyok, de mi egymásról pontosan tudjuk, hogy kik vagyunk. Tehát én most itt neked játszhatom az eszemet, és eljátszhatom, hogy kérlek szépen, én nagyon jelentős nagy színész vagyok, és hát igen, a világi... De a legutolsó statiszta a színházban pontosan tudja, hogy én csapnivaló színész vagyok, ócskaripacs vagyok, vagy én valóban egy tábornok vagyok. Egymásnak nem tudunk hazudni, a külvilágnak tudunk hazudni. Egymásnak nem. Igen. Egy konyhában, hiába mondja a séf, hogy ő a legjobb séf, azt mondja, hogy hagymát se tud szeretni. Igen. Csak ott aztán kiderül. A színházban nehezebben derül, hogy a mester nem olyan jó, de pontosan tudjuk egymást, hogy ki kicsoda. Igen, most egy nagyon érdekes dologra tapintottál szerintem rá, mert ugye a mai világban a közösségi média által, ugye a Facebook, az Instagram, sorolhatnám, hát ez megnehezedett, hogy tudjuk-e arról az emberről azt, hogy az a kép, amit ő mutat, az valójában igaz-e? Hát attól függ, hogy hol látod és miben látod őt. Igen. Mert ugye legtöbb esetben az interneten olyan képet mutatnak magukról az emberek, ami meg van csinálva, ami meg van rendezve, csak a legszebb arcát mutatja, a legszebb ruhában, a legszebb, nem tudom, autó előtt, amit csak aznapra bérelt és kitette. Tehát ma már ez nehezebb talán, mint régen. De ezek a hazugságok, ha máshol nem, vagy másban nem, benne lelepleződnek. Szerintem egy idő múlva nem lehet ezt végig hazudni egy életet. Igen. Szerintem. Aki ebben belemegy ebbe a játékba, hát az is borzasztó szánalmas, hát nem akarok neveket, mert neve sincsen, vagy nevet se tudnék mondani, hogy velem, amit már mondtam, hogy minden nap történik valami. Nekem volt, hogy az előadás közben, nem tudom, megbotlottam, sötét volt, és eltört a ujjam. És másnap kórház, nem tudom, és jöttek, hogy itt a gál, vagy itt a gál, vagy itt a... És nincs fotós, nincs, mondtam, de mi lenne fotós? De nem kéne, hogy erről... Fél év múlva valami újságíróval beszéltem, megjelent egy cikk, gál, vagy eltört a keze, lába, nem tudom én mi. Fél év múlva. És na most, ha valamilyen celebbel történik valami, hogy félre, nem tudom, lépett, akkor ma hat fotós, mert azonnal hívják őket. Tehát ezt maguk körül gerjesztik ezt a dolgot. Én arra vagyok nagyon, büszke. Arra vagyok büszke, hogyha tegnap este mondjuk lett volna előadás, és te ott lettél volna, és azt hallottad volna, hogy ott 600 emberből mondjuk, 500-nak tetszett az, amit csináltam, arra büszke vagyok. De... Ez nagyon jó. Igen. Tehát, hogy értéket adtál azoknak az embereknek. De nem, én nem az olyan nagy képű dolog, hogy értéket adtam. Hogyha adtam valakinek, én mindig azt mondom, ha csak valakinek adtam 3 percet, jó, kellemes percet az életéből, akkor én arra nem vagyok büszke, csak az, akkor nem csináltam hiába. Én az ember, tehát ezeket olyan természetesnek visz, hogy kap levelet, hogy meghalt édesanyám, nem tudom én, fél éve, és azóta nem tudtam mosolyogni se, köszönöm magának ezt. Ezek, de is az ember olyan hálátlan, hogy azt mondja, hát igen, hát örülök neki, hát nagyon. Pedig hát ennél
ennél ez egy csoda. Hmm. És mindenki, minden olyan társam, aki az embereknek egy pici örömet tud adni, ebből a borzadály életből, a pandémiától kezdve, a undéri, minden, hogy az egy nagyon nagy dolog. És én magam is olyan hálás vagyok, vannak kedvenceim, akiket nézek, és valamikor nem vagyok ilyen kedves és felszabadult, és de, amikor magam alatt vagyok, és azt mondom, hogy gyere, és akkor rákattintok, és nézem a Hoffi Gézától kezdve, és hálás vagyok nekik a mai napig, mert kikapcsolnak, és azt látom, hogy mosolygok. Hmm. Ez nagyon jó, hogy megemlítetted egyébként a hálát. Erről igyekszem én is sokszor beszélni, hogy az, hogy hálát adjunk ugye azokért a dolgokért, amiket már elértünk, amik vannak, amiket átélhettünk, azért az egy nagyon fontos dolog az életben, és ezt sokan elfelejtik. Mindig csak üldözik azt a nagy kitűzött célt, vagy elképzelést, vagy álmot, és megfeledkeznek ugye a jelenről, a mostról, meg azokról az ajándékokról, a csodákról, amiket már átéltek. Én lehet, hogy nem is, hogy mondjam én például azt, hogy itt ülök ezt mindig, és már kaptam én a képemre ezért, már írták, és hogy miért mindig beszélek régiekről, mert úgy érzem, hogy hálával tartozom nekik azért, hogy én most, amíg élek, itt ülök, és beszélhetek veled, és okosakat mondhatok, mert ha ők nem lettek volna, akkor nem ülnék itt, és nem kérdeznél engemet. Hmm. És én úgy érzem, hogy ahogy kimondok egy nevet, abban a pillanatban, mint ugye készülünk a világ legnagyobb tűzijátékára most, mert anyagilag, erkölcsileg, egészségileg olyan jól állunk, hogy mert tényleg ez hiányzott baromira, a láncít se kell semmi, csak tűzijáték legyen. De amit én csinálok, az egy igazi tűzjáték, mert kimondok egy nevet, úgy érzem, hogy így fölsistereg a neve, és egy aki hallja, azt mondja, Rátonyi Róbert, Istenem a rá... És akkor, amíg elgondolkodik már, a Rátonyi Róbert él, itt van. Itt van a Márkos, itt van a Rodolfo, itt van, akiket én mindig elmondok, mert úgy érzem, hogy a Kálmán Györgytől kezdve a Körmendi Jánoson át, most megint élnek egy picit. Itt egy sarokban üdögéltem én például, igen gyakran Kazimír Károly és Körmendi János, és hallgattam őket ájultan, hogy miket mondanak, és ez bennem megmaradt, és még mondatok is megmaradtak bennem. Ez nagyon-nagyon jó egyébként, hogy így mindig felemlíted a nevüket, meg hogy ugye ezt így erősíted magadban is, meg másokban is, hogy fontosak az ilyen példaképek. Igen, és nem pont kell, ezért nem kell ennek színésznek lenni, hogyha én lakatos mesterlenek, akkor is azért a fiatalokat azért szoktam gyűjít, amikor nem tudják, hogy kik voltak az őseink. Hmm. Már nem a Neanderről, hogy ide gondolom, mert a színészetben az a 60, mert nem volt több, érted, akit meg kell jegyezni, nem engem, hanem 60 olyan színész volt, akire tudni kéne, hogy azok kik voltak. Hmm. És érdekelni kellene a szakmát, hogy érdekel, hogy mi történt régebben és mi nem. Igen. De ez minden szakmára vonatkozik szerintem. Igen, ugye addig, amíg nem ilyen dolgokat oktatnak az iskolában, addig, amíg nem ez az alapműveltség, addig ugye egy picit nehéz, tehát én nekem is be kell vallanom, azért nekem is akkor ez lehet a szegénységi bizonyítványom, hogy azért a többségét azoknak az embereknek, akiket ugye elmondtál, én sem ismerem, én sem tudnám megmondani, hogy ők kicsodák. Jó, de neked nem ez a szakmád. Valóban. Nem tudom, hogy te mivel foglalkozol. Igen, vállalkozó vagyok egyébként. A vállalkozásban van olyan, de biztos, hogy van, aki könyvet ír. Tehát a marketingről biztos tudom, hogy van. Tehát azért biztos tudom, ha arról most én kérdeznelek, mint riporter, előszöktem így is fordulni, akkor te tudnál erről beszélni, vagy tudnál mondani neveket? Tudnék. Igen, sokat tudnék. Ennyi a titok. Hát ennyi. Hát nem igaz, hogyha téged érdekel a szakmád, és ebben a szakmádban te eredményes akarsz lenni, hogy nem nézel vissza. Igen, ez abszolút így van. Mert előre nézel, elől nincs semmi. Igen. Elől csak te vagy. Erre nagyon nehéz volt például rájönni, hogy amikor az ember azt mondja, hogy én azért nem vittem semmire, mondta sok kollégám, de mondja a hivatalban Pilike, mert ott van a Gizi, a főnök szeretője, vagy ott van a Béla, mindig ő kapja a jó szerepet. Én rájöttem, hogy előttem senki, előttem egy valaki van, én saját magam. Igen. De mögöttem nagyon sokan vannak, hogy ők hogy csinálták, hogy
az nem igaz, hogy engem ne érdekeljen. Ettől még valaki nagyon jó színész lehet, jó marketinges lehet, csak szegényebb. Igen. Képzeld el, hogy most történt valami belül, és ezt most megosztom veled. Ugye megkérdezted, hogy mit csinálok, és ugye mondtam, hogy vállalkozó vagyok valójában. Ugye több vállalkozásom is van, és az csak az egyik, hogy marketinggel foglalkozunk. A másik, ami igazából az én valódi ilyen szívből és lelkemből jövő ajándékom talán a világnak, amit nagyon szeretek, az az, hogy fiataloknak segítek, akár idősebbeknek is, abban, hogy tudjanak felépíteni a semmiből egy vállalkozást, vagy a meglévő vállalkozásukat fejleszteni annál jobbat sem, mint ami eddig volt. És nagyon érdekes, hogy nem, mintha egy kis hang megszólalt volna a fejembe, hogy nem mondhatom el neked azt, hogy én mentorként, üzleti mentorként dolgozom, mert hogy nagyon fiatal vagyok hozzá, és hogy valójában mit gondolnál te arról, hogyha én azt mondom, hogy már most mentorként foglalkozom. Ilyen furcsa, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer bennünk emberekben, nem? Nem, azt tudom neked mondani, amit a beszélgetés elején mondtam, az, hogy te fiatal vagy, egy tudsz, az nem jelenti azt, hogy ez baj lenne, mint azt, hogy én öreg vagyok és bölcs. Az abszolút nem jelenti azt, hogy attól, hogy valaki öreg, az bölcs is lenne. Vagy attól, hogy fiatal, az ne tudna valami olyat, amit egy... Nem, én ebben semmi kivetni. Ha jól értettem a kérdést, hát miért ne tudnál? Hát te egészen másképp látsz dolgokat, mondjuk ugyanebben a szakmában lennék, ebben a koromban, nem tudom, hogy belecsapnék-e, biztos, hogy én már lemaradtam, nem tudom, rengeteg mindennel, nem? Hát valószínűleg, igen. Gondolkodásomban meg úgy gondolkodom, mert emlékszem még a háború előtt a Móricz bácsinak volt egy dohányboltja, és az úgy ment. Ma már nem mehet úgy az a dohánybolt, mint hogy te elképzeled, hogy most csináljunk egy dohányboltot. Igen. Ami nemzeti lenne természetesen. Csak hogy persze, én ebben semmi, de én csak azt mondom, hogy tudni kell, hogy a múltunkat, vagy a hagyományainkat. De lehet, hogy nem kell tudni. Ez olyan, amiről beszélünk, lehet, hogy már nem kell tudni írni. Mert a ketyerétbe beütöd, és akkor már... Szerintem is fontos, hogy azokat a nagy alakokat tényleg a szakmánkban, a hivatásunkban ismerjük, valamilyen szinten kövessük a munkásságukat, ha még van. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy ahogy én elindítottam ezt a munkásságomat, ahogy ugye fejlesztettem magamat, azok hosszú évek voltak, hogy olvastam ezektől az emberektől könyveket, elmentem a képzésekre, folyamatosan nekimentem arccal a falnak, és utána felálltam. Na és ugye ezekből tanulunk. Például, hogy jön valakinek, hogy valaki masinista akar lenni, színész akar lenni, de hogy vannak szakmák, amit nem tudok megfogni, hogy lesz valaki például, nem tudom én, Hogy kezd valaki ezzel foglalkozni? Igen, nagyon jó kérdés, ezt még soha senki nem kérdezte tőlem, úgyhogy átgondolom a válaszomat. Én azt tudom elmondani, hogy kezdtem el ezzel foglalkozni. Mindig megvolt bennem egy ilyen megmondom a tutit hozzáállás, szerintem ez sok emberben megvan, csak ugye annyi különbséggel, hogy régen senki nem volt rá kíváncsi, hogy én ott osztogattam a tanácsaimat, amiről vagy igaz, vagy nem. De honnan tudtad, hogy tuti, amit mondasz? Igen. Gyakorlatilag megvan ugye, ennek két oldala van, az egyik az, amikor gondolod, hogy az valójában úgy van, a másik meg amikor tudod. Én nagyon sok mindenen keresztül mentem, 16 évesen elmenekültem otthonról, nem volt egy nagyon kellemes gyerekkorom, nagyon rosszul éltem meg, és ezért 16 évesen el kellett kezdenem dolgozni. Dolgoztam több helyen is, dolgoztam ugye gimnázium mellett, ezért képeztem magamat viszonylag sok helyen, és kipróbáltam magam csomó mindenben. Megnéztem, miben vagyok jó, miben nem. Nagyon sok kapcsolatot építettem, nagyon sok mindent értékesítettem, jártam sokat külföldre. És pont ezért, amit ugye mondtál, hogy ma annyi dolog történik 3-4 év alatt, mint régen 400 év alatt. Na velem annyi minden történt 16 éves koromtól egészen mostanáig, mintha már vagy az 5. életemet élném. És ezeket a tapasztalatokat tudom átadni most jelenleg ugye másoknak, és ezekből a tapasztalatokból tudnak ők épülni, és nem elbukni. És beszélsz nyelvet. És beszélek nyelvet, igen. Igen. Angolul úgy tanultam meg, hogy nagyon sok külföldi előadásra, tréningre jártam, és kénytelen voltam érteni azt, ami ott van, rá voltam szorulva. Vicc, mert 12 évig tanultam, ugye, ha jól emlékszem, vagy csak 8 évig tanultam mondjuk gimnáziumban angolul, utána még egyetemen még 3,5 évig, tehát 12 év megvan, és 12 év alatt fele annyit nem tanultam meg, mint utána 2 év ilyen folyamatos külföldi képzés alatt. És ez megint szerintem egy szegénységi bizonyítvány sajnos így az oktatási rendszerről, de ezt most így hagyjuk ki a pakliból.
Szóval így lettem igazából mentor, hogy nagyon sok mindenen keresztül mentem. Fantasztikus, hát sokkal érdekesebb lenne a beszélgetés, ha én beszélgetnék veled, mint hogy te beszélgetsz velem. Ezt nem gondolom, de lehet, köszönöm a bókot. Egy beszélgetésre, vagy nem ide, de... Köszönöm, nagyon, nagyon kedves tőled. Úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb kerültünk most így ezzel. Az érdekel engem, ez a biztos abban, hogy én kimondom, megmondom a tutit. Engem ez érdekelne. Igyekszem. Hát amikor visszaigazoltad, akkor már gondolom 3-4 visszaigazolás után az ember kezd hinni abban, hogy igen. Na, lehet, igen. Hogy igen. Úgy szoktam fogalmazni, hogy nem vagyok gurú, és nem is akarok guruként feltűnni. Tehát nem szeretném, hogy az emberek azt készpénznek vegyék, amit mondok. Tehát én ezt átéltem, nekem valami működik, próbálják ki, tapasztalják meg, és ha működik, szuper, csinálják, ha nem működik, akkor ne csinálják. Tehát és akkor... csúnyát kérdezek, anyagilag ez neked, tehát ebből élsz? Ebből élek, abszolút. Hát akkor te mondhatsz tutikat. Ez egy nehéz kérdés, hogy ugye ki jogosult arról, hogy tutit mondjon. Igen. De hát ha hülyeséget beszélsz, akkor abban nem fogsz megélni. Akkor nem. Igen. Hát ez ilyen baromi egyszerű. Igen. Lefordítva, este nem tapsolnak nálunk, akkor... Igaz, jogos. Ezt köszönöm, ez jó, hogy mondtad, mert valójában elég jól megélek belőle, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy jó dolgokat mondok. Na látod. Igen. Na, hát szuper, szuper. Nagyon, nagyon örülök, hogy össze tudtuk hozni ezt a beszélgetést. Még egy utolsó kérdést engedj meg nekem. Egy olyan kis gondolatmorzsára vagyok még kíváncsi tőled, hogyha 3 dolgot kiválaszthatsz, 3 szót, mondatot, élet, igazságot, amit így átadhatsz a fiataloknak. Tegyük fel, még mondok hozzá, hogy minden eltűnik, ami veled kapcsolatban tudható, látható, hallható, és csak ez a 3 mondat vagy szó marad fenn utánad. Akkor ez mi lenne? Nem tudom, ez lenne. Nem. Tehát, hogy mondjam neked, hát ha az emléke az embernek, tehát ha egy Darvas Ivánra fogok hivatkozni. Darvas Iván azt mondta, hogy egy színész addig él, amíg él az a néző, akinek ő még eszébe jut. És az a néző, akinek ő még eszébe jutott, meghal, akkor halt meg ő is. Ilyen baromi egyszerű, hogy mi addig élünk, vagy addig emlékeznek ránk, amíg van, aki még tud emlékezni. Aztán utána már... annyi kollégát, én most valami más ügyben leírtam kollégáim nevét, egy valami rádióm is, mindegy. És mondtam, Jézus Mária, és úgy mondogattam kollégáknak neveket, olyan kollégáknak, akik még nem is abból a fajtából, akik nem... És fogalmam. Tehát úgy mentek el, mert akkor Kovács Gézák, Nagy Bélák, Kis Jenők úgy halnak meg, hogy... És mindenkinek van egy családja, annak hiányzik. Nem kell ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, hogy majd, ha én nem lesz, semmi nem. Fiatal korában az ember, amikor olyan fiatal kamasz, és összeveszik a szüleivel, és akkor elképzeli azt, hogy és akkor meg fogok halni, és majd akkor apám, akkor ott fogsz majd sírni a síromon, ott, de én akkor már nem leszek soha többet, és akkor majd nem matematikából lesz. De hát ezek ilyen gyerekes dolgok, úgyhogy nem lesz semmi, ha nem leszek. Nem tudsz valamilyen olyan, még egy picit szeretnék itt ragadni, nem engedlek ilyen könnyen el. Nem tudok. Olyan üzenetet, amit a mostani fiatalok megszívlelhetnek, hogy fú, ebben nagyon van valami. Hát nézd, beszélgettünk most már körülbelül egy órája majdnem. Igen. Hát ha ez alatt nem volt, elhangzott el egy fél mondat, ami azt mondja, hogy hát ebben azért van valami, akkor teljesen felesleges volt itt egymás idejét lopni. Úgyhogy... Gondoltam, összefoglaljuk 3 szóval. De összefoglalni az mindig olyan és a felét, az olyan, mint te mondtad, hogy kötelező olvasmány volt a külszívű ember fiai, meg kötelező volt a fele nem olvass el, és azt mondom, fiatalok, holnaptól tanuljatok, mossatok kezet, egyetek almát, és ne piszkáldok fületet. Fertőtlenítsetek. Hát ezek hülyeségek, azt mondja, anyád vagy. Hát ilyeneket az ember, normális ember ilyeneket nem mond, mert azt váltja ki rögtön, hogy ezt fogom én ezt csinálni. Nem. Na ez így tökéletes volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. További